működőképes? Igen, de abszolút. Elnézést kérek, hogy nem állnék fel, mert sokkal jobban fáj a lábam, mint 8. Henriknek. És ezt nagyon komolyan mondom, nem tudom, hogy miért, de nagyon. Valószínűleg a próba folyamat miatt, úgyhogy bocsánat, ha megengedik, akkor ülve maradnék. Hát ez egy olyan színdarab, amit általában, hogy mondjam, hát ilyen nagyon könnyű dolognak szoktak volt nevezni, miszerint ez egy ilyen krimi komédia lenne, de hát nem az. Nem az. Egyszerűen rájöttünk arra a próba folyamat közben, hogy elképesztő munka van ebbe a színdarabba. Ezt senki nem mondhatja azt, hogy majd azokra az évekre visszaemlékezve a kis súlyból kihozzuk, mert ezt azért tudni kéne. Nem. Egyáltalán nem. Úgyhogy ezt vér komolyan kell megcsinálni ahhoz, hogy ez igazán hasson, és igazán a nézők élvezni tudják. Egy remek darabról van szó, aminek az a cím, hogy Én, te, őt. Ez gyakorlatilag egy jó Istennek hála a Lóránnek, drága barátnőnk 86 évesen egy kis szerepben benne van, úgyhogy ezért nem mondom azt, hogy ez egy három szereplős darab, de egyébként meg a Jókata, a Csonka Bandi és jó magam játsszuk a főszerepeket, három egyenlapú főszereplő van szó. Mindenkit meg akar ölni, nem akarom igazából a point lelőni, de egy nagyon-nagyon-nagyon jó szórakozás lesz akkor, hogyha mi ezt nagyon komolyan és játsszuk, és úgy játsszuk, hogy az életünk erről a darabról szól. Különben nincs siker, hát ugye a munka nélkül nincs siker, mint tudjuk, és jó lenne, ha lenne, de én még nem találkoztam vele. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó szórakozás lesz, amiatt később ugye bemegy a Karinti Színházban, tavaly már volt a Lovagias ügy című darabnak a premierje Tihanyban, úgyhogy mi már úgy visszajáróként nagyon-nagyon-nagyon jó érezzük magunkat ott, és hát reméljük, hogy a közönség is. Ami még érdekes dolog, hogy ezt a színdarabot, ezt két színész írta, és szerintem maguknak akartak valami jó szerepet, két jó szerepet csinálni, amit most a Bandi meg én játszunk, és a színész mindig máshogy írt darabot, mint egy szerző, mert nagyon sokat volt színpadon, és érzi a színpad, és tudja, hogy mik a hatásai a színpadnak, úgyhogy hát reményeim szerint ez egy nagyon jó móka lesz a közönségnek, nekünk meg egy nagyon jó munka lesz, amiben bele kell dögleni, mint minden munkába, ahogy kell. Kik voltak a szerzők? Két amerikai színész, Ron Clark és Seth Babrick egyébként, úgy hívják őket. Igen. Az Andi is egyébként azért van. Csak ezt a képet nekik kellett megtanulni. Én nekem olyan hosszú a szövegem, hogy nem akartam már még két szót megtanulni. Köszönöm szépen, és átadom neki, akit egyébként nem hívtuk meg. Igazán köszönöm, de annyira meghatóan fogalmaztál Imre, hogy nem tudok el mit hozzátenni. Csak annyiban nagyon izgalmas, hogy valóban akkor találkozunk először a közönséggel, és ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert ugye végül is itt tudjátok, hogy premiér előtt azért szokott lenni főpróba, főpróbák, de hát itt most ez így alakul, hogy ott a közönséggel való első találkozásunk rögtön főpróba, premiér és minden egyben, és aztán majd ugye szeptember 13-án lesz a budapesti bemutató. Úgyhogy valóban azt gondolom, hát, hogy Imre említette az alaphelyzet, hogy izgalmas, hogy ez egy Szaldeszlava játszódó darab, különböző időpontokon a három felvonás, különböző időpontokon játszik, ugyanabban a szállodai szobában, a lényeg az, hogy minden felvonásban a három főszereplő közül valamelyik kettő meg akarja ölni a harmadikat. És mindig másik kettő akarja megölni, mindig valamelyik másik harmadikat. Úgyhogy ennyit erről, az, hogy miért akarják megölni, és hogy meg tudják-e ölni, meg egyáltalán mi történik közben, azt gondolom, ez már csak augusztus 9-én derül ki majd ott a szabadtéri színvonalon, ha mindenki nagyon sok szeretettel várunk.
És hát persze ez nem elhangzott, gondolom többször, hogy Verebes Pista rendezi, fantasztikus vele a munka együtt, de hát azt Imre, azt gondolom már többet tudna erre mesélni, hiszen nagyon sok évvel dolgozott együtt, de hát most már én szerencsésnek mondhatom magam, mert találkozhatunk így rendező-színész viszonylatban is. Köszönöm szépen, és hogyha kérdések lennének, mi mindannyian nagyon szívesen válaszolunk.